feszült légkör kísértett Donald Trump amerikai elnök találkozóját Theresa May brit miniszterelnökkel. Trump előző napi nyilatkozata, miszerint May puha Brexit stratégiája miatt meghiúsulhat az amerikai-brit kereskedelmi megállapodás, számos spekulációnak adott alapot. A Sun napilapnak adott interjújában az elnök arról is beszélt, hogy a kemény vonalas Boris Johnson, a Brexit bizottság nemrégiben lemondott elnöke, jó kormányfő lenne, de arról is beszélt, hogy Sadiq Khan, London polgármestere és bevándorlás politikája okolható a késes támadások számának növekedése miatt. Trump kamerák előtti csütörtök esti nyilatkozatában már arról beszélt, hogy kedveli és tiszteli Theresa Mayt, és nagyon jó a két ország kapcsolata. A sajtótájékoztató is a korábban várt párbaj hangulat helyett a két ország történelmi és jelenkori szövetségének és megértésének légkörében zajlott. Még közös sajtótájékoztatójukon úgy fogalmazott, nem létezik még két olyan ország, amelyek többet tennének közösen a biztonság és a jólét érdekében. Donald és Melania Trump következő meghívása a Buckingham palotába szólt, ahol II. Erzsébet brit királynő délutáni teán látta vendégül az elnöki párt.